Sziasztok! Szeretnék ma bemutatni nektek egy kormányt. Barátnőmmel közösen vásároltuk. Ez egy Trackmaster Minfini Max USB-s vibrációs kormány pedálokkal. Tehát a doboz elején ennyi van. A tetején csak a termékleírás, pontosabban a név. A jobb oldalán van egy angol leírás róla. Dual vibrációs, 180 fokba elfordítható kormány, speciális anti-skill design, az nem tudom mi, 10 funkciós gomb, tehát van 10 darab gomb rajta, amit be lehet állítani, 4 irányba lehet mozgatni, digitális analóg mód, USB-s cucc, plug and play software, blablabla. Utána még van románul is valami leírás. Tehát a másik oldalán ugyanaz van, mint az elején, és ugyanaz itt is. Itt csak írja, hogy red, tehát hogy pirosabb fogója a kormánynak. Igen, az alján nincs semmi. Tehát akkor bontsuk ki. Ez így egyszerűen nincs becsomagolva se semmi. Tehát megpróbáljuk kiszedni. Hát először is kijött a talpazat. Mit látszik. A pedálok nyomáspontja elég jó, erős. Tehát itt látszik, hogy ilyen csatlakozóval van hozzáfogható a... Nem tudom mennyire látszik, mindegy. Hát ilyennel van hozzáfogható a magához a kormányhoz. Igen, ezt leteszem. És akkor vegyük ki magát a kormányt. Tehát ez lenne maga a kormány. Hát itt látszanak a beállítható gombok. Itt vannak valami ledek is, ami csak középen világít valamiért, de lehet, hogy csak azért, mert nincs driverem hozzá, és nem találok a neten se egyáltalán semmi ehhez hasonló drivert, úgyhogy aki segíteni szeretné, esetleg tud, vagy valami hasonlót, ami működne ezzel a kormánnyal is, azt nagyon megköszönném, mivel nincs hozzá driverem, se CD-s, semmit nem kaptunk, úgyhogy nem tudunk mit felé is találni. Menni működik, csak nem reagál ilyen finom. Nem lehet finom hangolni, csak nagyon durván. Na hát hátul vannak a váltókarok úgymond, itt is vannak még két gomb beállítható, tehát itt van a váltógombok, ide jön hátra be a pedáloknak a bekötése, az alja gumírozott, ilyen öntapadó, letesszük az asztalra, szépen odaragad, van ilyen, hogy ne tudjon előre-hátra csúszni. Itt elől ez nem tudom micsoda, de nem is számít. Van joystickja is, úgyhogy kb. Ennyi lenne. Ez pedig USB-s, mint látszik. Tehát ezt számítógépre USB-vel kötjük be. Szóval erre szeretnék mindenkit kérni, hogy aki tud segíteni esetleg, hogy valami drivert ajánlani, vagy mit csinálja vele, hogy működjön minden játékban rendesen, mert ez a problémám vele, hogy egyszerűen úgy olyan a kormányon az irányítás, mintha billentyűzetről játszanák. Szóval tök egyforma, annyi különbsége, hogy egy kormányt forgatok, és nem a gombokat nyomom a billentyűzeten. Aki tud segíteni, kérem, írjon. Sziasztok!